azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak. Hogy akik nem látnak, azok lássanak. És akik látnak, azok vakok legyenek. Senki sem voltam. A mindennapi élet nehézségei sokszor teszik próbára az embert. Közösségekbe beilleszkedni, kapcsolatokat kialakítani sosem könnyű. Főleg igaz ez azokra, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. És bár a társadalmunkban ott a lehetőség arra, hogy mindenkit egyenrangúként, egészként, értékesként kezeljen, a gyakorlatban ez sajnos nem mindig valósul meg. Hogy majdnem valaki lettem, kő, egy lejtőn hégerezettem, öntőgetett nagy erő. Az épp és a fogyatékkal élő emberek közötti szakadékot hivatott enyhíteni az Aranyszamár Bábszínház és a Szarkalábbanda közös előadása, a Legyek a lábnyom, ahol a színészek és a zenészek a vak emberek világába kalauzolják el a közönséget. A kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Ez egy hosszabb történet, egy hosszabb lélegzetű történet, mert ha jól emlékszem, akkor az Évi mesélt arról, hogy Rozenszky Beával mi együtt jártunk főiskolára, és ott találkoztam én igazából ezzel az egész kérdéskörrel, hogy a vakság, mint olyan, sőt, aztán én hospitáltam is a vakok iskolájába, több ízben, és hát sajnos családi érintettségem is van ebben a témakörben, mert édesapám gyakorlatilag most az utóbbi, hát 4 évben szinte teljesen megvakult. A Szarkalábbanda tagjai mind vakzenészek. Van közöttük, aki daganatos megbetegedés következtében veszítette el a látását, míg a többieknek születésük körül alakult úgy az élete, hogy megvakultak. Az előadás az ő életükből építkezik, és egy-egy olyan élethelyzetet mutat be, melyben helyt kellett állniuk. Össze kellett előtte raknunk egy olyat, hogy mi hogyan élünk a világba. Például az érzésem, hogy nem találom a helyem a világba, és akkor ugye a Gyöngyék egy olyan verset kerestek, ami pont az én személyiségemre illik, és akkor egy olyan dalt szerkesztett a vers alá, zenét szerkesztett alá, ami pont hasonló az életemhez, és akkor ugye így rakult ki a Szélcsend. Mert én nagyon oda vagyok a csendértéshez, pont egy ilyen passzoló dal számomra. Én vagyok az álmodozó anyuka, aki felhőt is keres akár. Hát igen, talán nagyon röviden egy tudnám megfogalmazni, hogy én vagyok az álmodozó anyuka. A valóságban is van egy lányom, és szerintem innen jött ez a karakter lehetőség, hogy akkor legyek én az anyuka. Ha jól nevezem meg, akkor az a neve, hogy az útját kereső bölcs. És aki keresi az útját a dalban, és a végén megtalálja. Én a szerelmes fiatal nőt alakítom ebben a darabban, de tulajdonképpen itt mindenki saját magát alakítja, tehát magából mutat meg egy kis szeletet, egy életrészletet, hogy milyen élethelyzetben van, milyen dolgok foglalkoztatják egyáltalán, hogyan van önmagával és a világgal. Milyen könnyű a meg, a műhely már sötét.
s reszkedek, mint a fű, és mint a csillagom. Az érzékenyítő előadás ötlete már évekkel korábban megfogalmazódott érsek Csanádi Györgyiben, az Aranyszamár Bábszínház rendezőjében. A művészeten keresztül ugyanis az ezzel kapcsolatos üzeneteket könnyebb a közönségnek befogadnia. Évek óta gondolkodom azon, hogy olyan témájú előadásokat létrehozni, ami valamilyen módon az elfogadásról szól, vagy azt segíti. Miután mi egy gyerekszínház vagyunk, eléggé egyértelműek, hogy azok a mesék, amiket játszunk vagy játszhatunk, azok kizárólagosan a szórakoztatást szolgálják. Holott én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy olyan témákat, olyan meséket válasszunk, ami sokkal kiterjedtebb, és sokkal inkább foglalkozik valamiféle üzenettel, amit én el akarok juttatni a nézők, illetve a gyerekek számára. Tehát az érzékenyítés, illetve hát most már, ahogy mondják, nagyon sokszor szemléletformálás, végül is egy fontos dolog, de nagyon érzékeny, tényleg nagyon óvatosan kell vele bánni, úgy gondolom. Szerintem a művészet, illetve hát a színház, a zene az egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy természetesen szemlélet formáljon, vagy érzékenyítsen, ahogy tetszik. Sokszor találkoztam olyan felvetéssel, hogy a Bábszínház, mint olyan, az csak a gyerekeknek szól. És ez is célom, hogy az Aranyszamár Színház nyisson, mert a Bábszínház az nem korosztályfüggő, ugyanúgy, mint az elfogadás sem. Felhőt nekem, fogj egy felhőt nekem, kerek felhőt fogj hamar nekem. S ha nem teszem, rögtön fog szép felhőt nekem. Vagy egyet pont sokat, csupán egyetlen elég lesz nekem létre. Fős alá. De miért oly hirtelen? De miért oly hirtelen? Népzenei előadásokat szoktunk csinálni, amiket a saját arculatunkra szoktunk átkölteni, átírni. És saját motivumokat rakunk bele, azaz a saját ötleteinket rakjuk bele, és azokat rögzítjük. Így értünk meg kb. 10 évet, amikor csatlakoztunk a Bábszínházasokhoz, és akkor ővelük is ugyanazokat kellett mesélni, amikor az együttesünkkel kezdtünk el megszerkeszteni az együttesünknek a dolgait. És ez egy új perspektívából történt ez az egész dolog, és tényleg ilyen kalandos élményként éltük meg ezt az egészet. Miután ők egy zenekar, a Szarka Láb Banda, ezért volt már alapanyaguk, amihez nyúlhattunk, és Szabó Balást kértük meg, hogy részben zeneileg hangszerelje át, illetve hangszerelje meg, és készítsen új zenei anyagokat is.
se Isten, se hazám, se bölcsöm, se szenvedő, se csókom, se szent. Harmadnapja nem eszem, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladott. A díszlet, mint egy térkép is a Szarkaláb banda számára. A szőnyegen kidudorodó kötelek mentén könnyen tájékozódnak a színpadon. Meglepő lehet talán, de nem a tájékozódás okozta a legnagyobb kihívást a szereplők számára. Egészen más jellegű nehézségekkel kellett szembenéznie a rendezőnek is. A számomra a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy amikor a vizuális elemeket tanultuk, tehát amikor valamit meg kellett jeleníteni vizuálisan, arra kellett nagyobb hangsúlyt fektetnem. Többször is visszakérdeztem részletesen, hogy most ezt mégis hogyan tudom úgy előadni hitelesen, hogy az látványra is jó legyen. Itt ebben a mesében megpróbáltuk, vagy ebben az előadásban a gyerekekre, vagy a szereplőkre, a vakokra építeni a történetet. Tehát először egy kimondottan terápiás jellegű foglalkozásokat, workshopokat tartottunk, melynek során egyáltalán az ő határaikat feszegetve megértettük és megéreztük, hogy mit lehet egyáltalán velük a színpadon megvalósítani. Legyen ez zene, mozgás, tánc, bábozás, tehát hogy egyáltalán mi az, amikben ők nem érzik magukat kényelmetlenül, és nem néz ki hülyén a színpadon. Szép az volna szép, gondolj rám virág, az barna kék, az barna kék. Volna barna, volna kék, gondolj rám, csak volna szép, mert nincs ilyen. Ne felejts, azt mondja nem, gondolj rám, igen. Igen, 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 azt mondja, hogy igen. A gondolj rám, virág, az volna szép, az volna szép. A gondolj rám, virág, az barna kék, az barna kék. Csak volna barna, volna kék. A gondolj rám, csak volna szép, mert nincs ilyen. A ne felejts, azt mondja, nem. A gondolj rám, igen, 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 igen. Azt mondja, hogy igen. Gondolj rám, virág, az volna szép, az volna szép. Gondolj rám, virág, az barna kék, az barna kék. Csak volna barna, volna kék. Gondolj rám, csak volna szép, mert nincs ilyen. Ha ne felejtsd, azt mondja nem. Gondolj rám, igen, 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 igen. Azt mondja, hogy igen. Hogy milyen lehet vakon élni, sokan el sem tudjuk képzelni. Rengeteg sztereotípia él az emberekben azzal kapcsolatban, mikre képes és mikre nem, aki nem látja maga körül a világot. Az előadást követő beszélgetés során rengeteg kérdést tettek fel a gyerekek, melyekre a művészek készséggel válaszoltak. Nem szokott felmerülni feltétlen ez a kérdés, hogy a mindennapokat hogy kivitelezem. Így, mint anya, az, hogy vakon hogyan éljük a mindennapokat, az kérdés szokott lenni, de el szoktuk mondani, hogy szinte ugyanúgy éljük, mint a látók, kisebb-nagyobb akadályokkal, de ezekben azért van segítség az életben, akár a közlekedésnél a járókelők tudnak segíteni, vagy segítenek sok esetben. Azt gondolom, hogy ez az előadás most mondhatom is talán, mert már nagyon-nagyon sokféle korosztálynak játszottuk, tehát egészen meglepő módon óvodásoknak is, és felnőtteknek is. És mindenkit valahol máshogy, de megszólít, megérint. És igazából ez lenne a lényeg ennek, hogy egy felkiáltás legyen, hogy figyeljünk egymásra, tanuljunk egymástól, és tanuljunk egymásról. És nem véletlen ez a címe, hogy legyek a lábnyom, mert a lábnyom egy lenyomat, egy olyan lenyomat, ami alapján megismerem, hogy kihez tartozik az a lábnyom. És én azt szeretném, hogy az előadást látva érezzék azt a nézők, hogy igen, valamelyest megismerték ezt a kérdéskört, és tudnak hozzájuk szólni, mernek velük foglalkozni, és tudnak nekik segíteni, ha kell.
Legyek a foglalat, legyél a lámpa, legyek a gyertya, legyél a lánya, legyek az alvó, legyél az álmom, legyek a lám is, legyél a lámom. Legyél a foglalat, legyek a lámpa, legyél a gyertya, legyek a lánya, legyél az alvó, legyek az álom, legyél a láb is, legyek a lábnyom. Legyél a lámpa, legyek a gyertya, legyél a lánya, legyek az alvó, legyél az álom, legyek a láb és legyél a lábnyom. Legyél a foglalat, legyek a lámpa, legyél a gyertya, legyek a lánya, legyél a lánya.